Bóka Viktor címzetes főjegyző veszi át Cserpalkovics András polgármestertől a költségvetést tartalmazó papírokat. A jogszabály szerint a polgármesteri hivatal készíti elő minden évben a költségvetést, ez a munka most is a nyár végén kezdődött. Azt gondolom, hogy 13-14 éves jegyzőpályafutásom legnehezebb előkészítése volt ez. Soha ennyi ismeretlen körülménnyel, változóval, energiaár, bevételek nem találkoztunk, mint korábban. Azt is mondhatom, hogy egy vakrepülés volt az eleje. Nem tudtuk azt, hogy amikor 2023. februárjában a testület elé terjesztjük ezt a költségvetést, akkor vajon azok a számok, azok az adatok, azok a változók ugyanazok lesznek, mint amikor megtervezzük ezeket a kiadásokat. Tehát ilyen nehéz munka, ilyen sok bizonytalansággal terhelt előkészítés még nem volt pályafutásunk során. Remélem azért meg fogja állni ez a helyét, ez a költségvetés. A költségvetés főösszege idén közel 104 milliárd forint, majdnem 32 milliárd Székesfehérvár saját bevétele. Ebből az iparűzési adó több mint 23 milliárd forint, ami rekordnak számít. 2023. évi költségvetése a városnak az egy stabil, rendezett és biztonságos működést és bizonyos arányú fejlesztéseket is tartalmazó költségvetés, ahol tudjuk garantálni az intézmények működését, a közszolgáltatások működtetését, a városüzemeltetés kihívásaira is tudunk választ adni, tudjuk finanszírozni a drasztikusan megemelkedett energiaárakat és az infláció hatásait is. A polgármester hozzátette, az önkormányzat minden bérrel kapcsolatos kötelezettségnek eleget tud tenni. Ehhez jelentős segítséget kap a város az államtól, több mint 10 milliárd forintos forrás érkezik a működésre, és közel 40 milliárd forint állami forrást tud az önkormányzat a fejlesztésekre fordítani. Magánszemélyek továbbra sem fizetnek helyi adót, az iparűzési adó továbbra is biztosítja a stabil működést. Korszerűsítéseket, városrészi fejlesztéseket is meg lehet valósítani 2023-ban. Folytatódnak az iskolafelújítások, tovább épül a multicsarnok, megvalósul a Móri út felújítása, folytatódik a Fehérvár tüdeje program. A város honlapján hamarosan elérhető lesz a költségvetés, amelyben látni lehet, Székesfehérvár hogyan és mire fogja felhasználni a közel 104 milliárd forintos főösszeget.